Minden ötödik nőt ért már élete során fizikai bántalmazás a partnere részéről. Ez jelenleg Magyarországon több mint 760 ezer áldozatot jelent. Olvasható a NANE, vagyis a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület honlapján. A hatalmasnak tűnő számok mögött emberi tragédiák sora húzódik meg. Vannak, akiket szexuálisan bántalmaznak, másokat fizikailag, de gyakori a szóbeli abúzus is. A NANE civil segítői az áldozatoknak nyújtanak segítséget. Van egy segélyvonalunk, ahol átlagosan ügyeletenként, ami jellemzően 4 órás, 5-6 éves szokott bejönni naponta, de szoktunk csoportokat is tartani. Ezeken a csoportokon is 10-12 fő szokott lenni jellemzően. A NANE szakemberei ezek mellett jogi és pszichológiai segítséget is adnak a hozzájuk forduló bántalmazott nőknek. Magyarországon egyébként néhány hónapja lépett hatályba az a jogszabály, ami alapján már nem csak a bíróság dönthet a távoltartás elrendeléséről párkapcsolati erőszak esetén. A jogalkotók célja ezzel az volt, hogy gyors segítséget kapjanak az áldozatok, még mielőtt nagyobb baj történik. A helyszínre érkező kollégák első körben elbírálják, hogy valóban történt egy bántalmazás, van egy családi erőszak, és ha igen, akkor lehetőség van azonnal, de legkésőbb 12 órán belül egy ideiglenes megelőző távoltartásról határozatot hozni, amit a rendőrség hozhat meg. Vagyis a rendőrség akár már a helyszínen is döntett úgy, hogy 72 órára megtiltja a bántalmazónak, hogy az áldozat közelébe menjen. Ez viszont a szakértők szerint gyakran nem elég, mert az intézkedés lejárta után újabb támadás történhet. A NANE Egyesület szakértője szerint a valódi megoldást például a mostaninál több menedékház jelenteni.